Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszál című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Két ponttal vert a Mavcot a Marsó Nyíregyháza. Gara Anita győzött Mándokon a női sakkbajnokságon. Hetedik bajnoki címét nyerte 20 kilométeren Helebrant Máté. A bajnoki döntőbe jutott a nyíregyházi kosársuli. Sikeres szezon zárt a Sunshine Nyíksi együttese. Egy ötödik és egy hetedik helyet szereztek Kecskeméten az Évisz kosarasai. Életben tartotta NB1-es reményeit a Marsó Nyíregyháza, miután Sitko Ernő együttese az osztályozó második mérkőzésén 87-85-re legyőzte a Mavcot. Mivel az első meccset a Mavc nyerte, a találkozó előtt a csapatukat elkísérő szurkolók abban bíztak, hogy a fővárosiak lezárják a párharcot. A nyíregyháziak pedig értelemszerűen a harmadik meccs kiharcolásának reményében léptek pályára. A hazaiak kezdtek jobban, 3,5 perc elteltével Anru triplájával 10-3-ra vezettek a kékcápák. A padról beszálló csapatkapitány Nagy Krisztián egy hármassal mutatkozott be, majd nem sokkal később ugyanő Dudaszóra dobott duplát. Az első 10 perc 20-15-tel zárult. A második negyed elején a frissen beálló Busiván, majd a végül 23 pontig jutó Krisztanovics szerzett 2+1-es kosarat, de a fővárosiak nem engedték ellépni ellenfelüket. Egészen a 6. perc közepéig, amikor Anru újabb triplájával 41-29-re módosult az állás. Garai Péter időt is kért, aminek meglett az eredménye. Anderson triplájával kezdte a felzárkózást a Mavc, majd Mócsán Bálint pillanatai következtek. A fiatal játékos előbb a tripla vonalon túlról, majd lerohanásból is betalált, aztán újabb hármasával a nagyszünet előtt 3 pontra hozta fel csapatát. 50-47-es hazai vezetésről indult a harmadik negyed, amelyben a vendégcsapat ott folytatta, ahol a pihenő előtt abba hagyta. Anderson hármasával ki is egyenlített a Mavc. Anru azonban azonnal válaszolt, és a folytatásban már nem is engedte ki a vezetést a kezéből a házigazda. A negyed utolsó kosara Marcus Véré volt, aki 73-68-ra módosította az állást. A negyedik negyed Krisztanovics palánkos duplájával indult, 77-70-nél Misek Levente 2+1-es akcióval zárkóztatta csapatát, aztán egy erősen visszajátszás gyanús szituációt követően Johnson húzta a labdát a nyíregyházi gyűrűbe. 38 másodperccel a meccs vége előtt 84-81-nél az amúgy nagyszerűen játszó Krisztanovics mindkét büntetőjét kihagyta, de a labda a játékvezetők videózása után maradt a hazaiaknál. Kosár nem született az akcióból, viszont a másik oldalon eladták a labdát a vendégek, és a lefautolt Savic második büntetőjét értékesítette, és ezzel el is dőlt a mérkőzés. A hátralévő időben még büntetőztek mindkét oldalon, a 87-85-ös végeredmény pedig Johnson állította be. A nyíregyháziak sikerükkel 1-1-re módosították a párharc állását. Akarta a csapat, és nagyon szépen kapart. Bizonyos játékokat megnéztünk, bizonyos dolgokban változtattunk. Nem biztos, hogy minden sikeres volt, de úgy gondolom, hogy bizonyos szakaszban sikerült meglepnünk vele az ellenfelünket, és az eredményezhette, hogy alapvetően egyszer sem vezetett a mérkőzésen a Mavc, és bár szoros volt az eredmény, ennek ellenére azért végig vezetve rajtcélgyőzelmet tudtunk aratni. A vendégek edzője, Garai Péter feszültnek tűnt a mérkőzés után, ami érezhető volt a szakember nyilatkozatán is. Maradjunk a diplomatikusnál. Az a csapat nyert, aki több pontot dobott, az döntött. Amit gondolok, azt még korai elmondani, majd eljön egyszer annak az ideje, aztán akkor majd el fogom mondani, most még nincs itt az ide. Az utolsó forduló döntött Mándokon az aranyérem sorsáról az egyéni női sakkbajnokságon. Az első helyet Gara Anita szerezte meg Gara Tícia és Majdanovics Anna Mária előtt. Április 25-e és május 1-e között a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mándok adott otthont a 2016-os magyar női sakkbajnokságnak. A helyszín az impozáns Forgács kastély volt. 6 éve Magyar Sakkszövetség elnökségének a tagja vagyok, és az egyik elnökségi tag, Csörsz Ferenc, keresett meg, hogy nem lehetne itt ezt a női bajnokságot megrendezni. A fiaimmal megbeszéltem, és úgy döntöttünk, hogy örömmel adunk helyet ennek a lévós rendezvénynek. Mi dolgunk, mint házigazdának az az, hogy minden tegyünk meg annak érdekében, hogy lányok jól érezzék magukat, az elnökségi tagok jól érezzék magukat, finom ételek legyenek, finom italok legyenek. Én úgy gondolom, hogy ebben mi maximálisan jót tudunk tenni.
A szövetség elnöke izgalmas mérkőzésekre számított a 8 játékost felvonultató verseny előtt. Jelenlegi tekint ugye egy magyar női bajnokság kerül megrendezésre, ami a sok tekintetében azért is bír jelentőséggel, mivel kétféle versenytípus van. Van az úgynevezett open verseny, ahol férfiak és nők is egymással versenyeznek, illetve van egy női bajnokság, ahol csak női résztvevők mérkőznek meg egymással. Ez a jellegét tekintve. A minőségét tekintve én azt gondolom, hogy Magyarország legjobb női sakkozói szinte majdnem teljes létszámban képviseltetik magukat, úgyhogy azt gondolom, hogy egy színvonalas és igazán minőségi verseny kerül itt most megrendezésre. Az indulók közül 2379 élő ponttal Gara Tícia volt a legmagasabban rangsorolt versenyző. A nemzetközi nagymester szerint többen is jó eséllyel pályáztak a győzelemre. Az élő pontszáma havonta változik, tehát ez csak egy pillanatnyi, most ez egy pillanatnyi állása. Nagyon közel vagyunk egymáshoz a többiekkel élőben, nyitott a verseny teljes mértékben. A hétfordulós verseny a zárónapon dőlt el. Gara Anita 5,5 pontot szerezve 5. egyéni bajnoki címének örülhetett Mándokon. Úgy érkeztem ide Mándokra, hogy elég fáradt voltam. Előtte Pécsen voltunk edzőtáborozni a válogatottal, és a két esemény között csak 2 nap volt, úgyhogy fáradtan érkeztem. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jól fog menni. Jól indultam, és hát sikerült 4 győzelemmel és 3 döntetlennel ismét megszerezni a bajnoki címet. A 4 győzelem közül melyik volt a legnehezebb és melyik volt a legszebb? Talán a legnehezebb a Götző Melinda elleni partin volt. Ott eléggé csihipuhi volt, tehát eléggé bonyolult állás volt, de aztán ott is sikerült megfordítanom a partit. A legszebb, nem játszottam most annyira szép partikat, tehát nem sikerült ilyen szép kombinációval befejezni, hanem inkább szépen lassan, higgadtan játszottam, és megvártam, míg az ellenfeleim hibáznak, és akkor lecsaptam. Mennyire megterhelő idegileg egy ilyen rendszerű, ilyen lebonyítású verseny? Abszolút megterhelő, sőt, ugye ez 7 forduló volt, általában azért ilyen bajnokságok 9 fordulósak, tehát elég rövid volt a meccs, hogyha itt egy valaki veszít, akkor elég nehéz visszaszállni a ringbe. Úgyhogy hát a napi programok azok eléggé egysíkon teltek, tehát volt egy kis séta, egyszer-kétszer sikerült lemenni a wellnessbe pihenni, de alapvetően készüléssel telt, és partik megnézésével, és kemény koncentrációval. Milyen volt a helyszín? Nagyon szép, nem voltam még ezen a környéken, és itt Mándokon sem. Nagyon szép környezetben játszottunk, úgyhogy abszolút szerintem a játékosokhoz méltó volt ez a bajnokság. Május végén egy Európa-bajnokság, milyen célokkal utazik? Nagyon nagy célok, ugye ott azt hiszem az első 15 jut be a VB-re, ami nagyon nehéz lesz, mert mindig nagyon erős, nagyon sok orosz játékosok játszanak. Úgyhogy szeretnék jól játszani, nyilván nagyon jó lenne bekerülni az első 15-be vagy 20-ba, de a cél most csak annyi, hogy jól játszak és élőpontot szerezzek, aztán majd meglátjuk. Baki van az idén sakkolimpia, milyen esélyt lát arra, hogy ott lesz majd Azerbajdzsánban? Ezt majd ugye a csapatkapitány Pap Gábor fogja eldönteni, hogy kit visz Bakuba. Én bízom benne, hogy ott leszek, majd kiderül. Hát ugye addig még EB, szerintem még nyáron fogok játszani valami versenyen, és aztán meg olimpia szeptemberben, meglátjuk, hogy lesz. A második helyen Gara Tícia végzett 5 ponttal, a harmadik helyet pedig a szintén 5 pontot begyűjtő, de kevesebb győzelmet magáénak tudó 15 éves Marjanovics Anna Mária szerezte meg. A lehető legjobbat akartam, és a legtöbb pontot szerezni. Az elvárás nagyon nem volt nagy, mert tudtam én is, hogy legfiatalabb vagyok, és meglepődtem az eredményen, hogy ilyen jól sikerült. A szövetség főtitkára annak örült, hogy viszonylag kevés mérkőzés végződött döntetlennel. Nagyon sokan kísérték figyelemmel a ez évi női bajnokságot. Külön öröm, hogy rengeteg parti eldőlt, nem voltak gyors döntetlenek, és amelyik még esetleg döntetlenre zárult játszmák is nagyon hosszú ideig, több óráig tartottak. Tilki Attila országgyűlési képviselő azt reméli, hogy a bajnokság megrendezése pozitív hatással lesz a megye sakk életére is. Azzal, hogy a megyében került megrendezésre az országos női sakkbajnokság, mindenféleképp fölhívja
a sakkozók, akár a hobbi szinten sakkozók figyelmét is arra, hogy lehet elérni lehetőségek vannak a sportban, lehet elérni sikereket, és én abban bízom, hogy egyre több fiatal kezd el sakkal foglalkozni. Meg is kérdeztem a győztest és a második helyezettet, miután elmondtam a kis köszöntőmet, hogy ők hogyan látják a fiatalok sakkozási hajlandóságát, és azt mondták, hogy bár sokan azt hiszik, hogy egyre kevesebben ebben a internetes világban, ebben a sok-sok kihívással teli világban egyre kevesebben nyúlnak a bábok után, de szerencsére a tendencia pont nem ez, elég sok fiatal sakkozik, és bízom abban, hiszen a Magyar Sakkszövetség elnökségének egy jó pár tagja Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből kerül ki, hogy ez egy fellendülés jelenthet a megye sakksportjában. A legjobb női sakkozók közül öten május végén Romániában az egyéni Európa-bajnokságon ülnek majd asztalhoz. A szövetségi kapitány a kontinens viadalt követően hirdeti majd ki a szeptemberi sakkolimpiára utazó válogatott keret névsorát. Visszatérve a magyar bajnoksághoz, az esemény záró rendezvényén bejelentették, hogy 2017-ben is Mándokon mérik majd össze tudásukat a legjobb hazai női sakkozók. Hetedik felnőtt bajnoki aranyérmét szerezte meg Helebrant Máté a 20 kilométeres gyaloglásban a Békéscsabai országos bajnokságon. A riói olimpiára készülő atléta 1 óra 22 perc 38 másodperces idejével beállította egyéni legjobbját. Egyértelműen az volt a célunk, hogy megvédjük a tavalyi felnőtt magyar bajnoki címünket. Nagyon jó formában érkeztem. Ugye idén már megnyertem egy 5 km-es, illetve egy 50 km-es országos bajnokságot, és nagyon-nagyon bizalommal érkeztem erre a Békéscsabai versenyre. Az volt a célunk elsődlegesen, hogy az aranyérmet elhozzuk. Ezen kívül szeretünk van egy nagyon jó időt is gyalogolni, mivel az olimpiáig már több 20 km-es versenye már nem lesz, ezért szeretünk volna még utoljára egy jót versenyezni. Ez hál' Isten sikerült is, ebben nagy segítségemre volt egy lengyel gyaloglósrác. Az elejétől a végéig egymást húztuk, nagyjából azonos szinten voltunk, és az utolsó 100-150 méteren még sikerült is lehajráznom, szóval tényleg nagyon boldogok voltunk a verseny után. Néhány héttel az olimpia előtt mennyire megnyugtató ez az eredmény és a formád? Nagyon megnyugtató, igazából a tervek szerint halad a felkészülés, amit idén elterveztünk Józsibával, az sikerült is, illetve annak külön örülünk, hogy amilyen rosszul kezdődött ez a szezon, ugye a sérülések miatt olyan jól folytatódik, és reméljük, hogy ez az olimpiával majd még jobban fog sikerülni ez a szezon. Amikor legutóbb beszélgettünk, azt mondtad, hogy még nem dőlt el, hogy 20 vagy 50 kilométeren állsz rajthoz Rióban, hiszen a kettő együtt nem megy, azóta született már döntés? Hát hivatalosan még nem, nagyon sokat beszélgetünk erről Józsibával, de a héten már meg fogjuk hozni ezt a döntést. Igazából ez a 20 kilométeres verseny, ez egy vízválasztó is volt, de mivel ilyen jól sikerült, ezért szerintem a 20 kilométerre fog billenni ez a bizonyos súly, és lehet, hogy emellett maradunk. Mi az olimpiai hátralévő időben a program, mivel kell már ilyenkor foglalkozni, hiszen gondolom azt a munkát, amit bele akartál rakni a felkészülésben, a nagyjából beleraktad. Igen, hát az állóképességemmel nincs gond, ezért már inkább csak a gyorsaságra fogunk koncentrálni, ezért fogunk elindulni egy-két kisebb hazai versenyen, amik már 5 illetve 10 km-esek lesznek, hogy tényleg csak a gyorsaságot javítsuk. És igazából már csak edzőtáborozni fogunk Mátraházán, illetve Tatán, és igazából már a nyakunkon van az olimpia, kövesen mint 100 nap van hátra, szóval igazából mi általában csak a csúcsformára kell majd összpontosítani. Lehet-e tudni, hogy nagyjából milyen időjárás vár majd benneteket Rióban? Annyit tudunk, hogy ott augusztusban tél van, de azon nem azt jelenti, hogy mínuszfokok lesznek. Hát ilyen 20-25 fok körül várható, illetve magas páratartalom. Illetve attól függ, hogy merről fúj a szél, hogyha az utcán felől, akkor ugye magas páratartalom, ha száraz föld felől, akkor meg nagyon száraz. Hát erre külön készülni nem tudunk, majd ott kell alkalmazkodni előtte, mielőtt kimegyünk. Milyen hírek vannak, ha korábban nagy publicitást kapott Zika vírusról? Hát mostanában elcsendesült ez a Zika vírusos hír, azóta nem nagyon hallottunk róla. Hát engem kicsit megrémisztett, mivel jönnek a családtagjaim, illetve a barátok, illetve a barátnőm is, és tényleg félünk ettől a vírustól.
Döntőbe jutott a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese, az elődöntő második mérkőzésén hazai pályán 74-73-ra verte a TFS-i csapatát, így az NTK-val játszott az élvonalba kerülésért. Mindenki tudta, hogy ez a TF nem fog úgy ide jönni, hogy ide adja nekünk ezt a mérkőzést. Tehát az elettől sokkal erőteljesebb ez a csapat, sokkal jobb szerkezetű, meg hát ugye itt az edző és új edző, tehát neki még azért nem volt a Borozolinak eredménye ezzel a TF-fel. Nem volt egyszerű, tehát az első perctől kezdve nem volt egyszerű, tehát látszott a lányokon is, hogy nagyon nyomás, hogy mindenféleképpen bizonyítani akartak saját közegben, saját nézőközönség előtt, és sok esetben egy olyan görcsbe, és egy olyan púzott akarásba ment át, ami nagyon sok hibához vezetett, tehát teljesen mindegy volt itt az elején, próbáltuk a védekezést váltogatni, hogy most zónát védtünk, embert védtünk, elváltottuk, nem váltottunk, próbáltunk menni a blokkal, eléváltásokat csináltunk. Ettől függetlenül, tehát mindig ott volt, hogy valamilyen szinten valahol hibáztunk, és az ellenfél ebből pontokat tudott dobni. Tehát körülbelül az első negyed vége volt az, amikor valamilyen szinten egy picit lenyugodtunk, mert ugye addig vég a télvezetet, tehát ugye eleve elkezdett, már 5-0-ra vezettek, tehát akkor ott hirtelen egy kicsit én is ott, mi lesz ezen a mérkőzésen. De szép lassan azért rendeződtek a sorok, azok a játékosok azért, akik meghatározói elkezdtek betalálgatni, egy-egy labdát sikerült védekezésbe szereznünk, aztán szép lassan haladtunk. Ugye megvoltak egyébként a különbségek, volt, amikor 8-9 ponttal is vezettünk, csak ugye akkor mindig jött egy Mányoki 3 pontos, vagy éppen egy másik játékos 3 pontosa, és akkor kezdtük az egészet előről, tehát újra kezdtünk építkezni. Tehát itt az volt a szerencsénk, hogy az a végjátékban azért sikerült bedobnunk a büntetőinket, olyan fontos labdaszerzéseink voltak, ami igencsak hiányzott ahhoz, hogy a mérkőzés meglegyen. Tehát így azt mondom, hogy ez összességében csapatszinten együttközve, együtt akarva, talán néha még ugye itt fogcsikorgatva és minden más egyéb, egy nagyon nehéz mérkőzésen, de sikerült végül is a győzelmet megszereznünk. Bronzérme már van a csapatnak korábbról, de bajnoki döntőt még nem játszott, az MTK lesz az ellenfél. Milyennek lehetnek azok az összecsapások? Meglátjuk, hogy milyen lesz az összecsapás. Tehát ugye azt tudni kell, hogy már ezen a mérkőzésen is úgy álltunk föl, hogy nem volt a Lizák Kitti, ugye, mert neki eltört két ujja, tehát nem játszott. Most ez azt jelenti, hogy nem fog játszani az MTK ellen sem. Most ez azt jelenti, hogy a következő magas emberünk, akit fel lehet küldni a pályára, az a 2000 születésű Hidas Réka. Tehát ugye ez azért valamilyen szinten sokkoló hatású minden tekintetben, tehát hogyha ezt a mostani mérkőzésünket is megnézzük, tehát a 12-es keretből 6 játékosunk, az ugye teljesen utánpótláskorú, tehát kadett és serdülőkorú játékos. És ugye akkor nézzük itt ezeket a komoly 98-asokat, akik ugye 18 évesek, és ugye itt a dia, aki meghatározó ennek a csapatnak, ő is még csak a 21 éves. Tehát hogyha ebbe belegondolunk és nézzük azt, hogy az NTK milyen állománnyal rendelkezik, és milyen rutinos játékosai vannak, akkor azt mondom, hogy természetesen mindent meg fogunk próbálni, mindent megteszünk a cél érdekében, de se a rutin, se a magasság nem a mi oldalunkon áll. Tehát játszunk egy jó mérkőzést, legalábbis remélem, hogy nem átfut rajtunk az MTK, és akkor egy olyan mérkőzés lesz, amire nem szívesen fogunk visszaemlékezni. Mindent megteszünk, amit tőlünk telik, aztán lesz, ami lesz. Nem jutott a legjobb négy közé a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyitse, miután mindkét mérkőzésen vereséget szenvedett a DK Ideasztól. Kovács Tibor együttese számára így véget ért az idény. Én azt gondolom, maximálisan pozitívan lehet értékelni, kiindulva abból, hogy végre ismét NB2-es csapattal volt a megyének. Igaz, hogy később kapcsolódtunk be, abból kifolyólag, hogy később állt össze a csapatunk. A háttér, mindenféle szervezkedés azért nem sikerült a bajnokság elejére megoldani ezt, de bajnokság közben azért sikerült bekapcsolódnunk, és én azt gondolom, az egész éves teljesítményünket csak pozitívan lehet értékelnünk, úgy a helytállás miatt, úgy, mint a helyezés szempontjából is. Fiatalok és rutinosabb játékosok elegye volt az együttes, mennyire érett csapatta ez a társaság az elmúlt bő fél évben? Igen, a
fiatalok és az öregebb játékosok elegye volt, de elsősorban a meccsek nagy részén a fiatalok szerepeltek, aminek nagyon örülünk, és elsősorban ők álltak helyt. Utólag is köszönjük az öregebb, rutinosabb játékosoknak a segítségét bizonyos mérkőzéseken, ahol segítették a csapat tagok helytállását és a csapat eredményesebb szereplését. Igazából a fiataloknál is azért már kellően rutinos játékosok szerepeltek a csapatban, akik utánpótlás bajnokságokban szerepeltek és egész szép eredményeket értek el, illetve még a fiatalok közé tartozik több olyan játékosunk is, aki már nem középiskolás korú, de ő szintén akár NB2-ben, NB1-ben már pályára lépett, és ott is meghatározó szerepet játszott. Mekkora gondot jelentett az, hogy a csapatnak nem volt úgynevezett klasszikus otthona? Én azt gondolom, minden csapat szempontjából ez hátrány. Azzal próbáltuk ezt ellensúlyozni, hogy ha keveset is tudtunk ott edzeni, illetve hát részben fel kellett adnunk a hazai pálya előnyét, és idegenben játszottunk rá több mérkőzést is. Én azt gondolom, ez a mérkőzés kimenetelét nem befolyásolta. Most jelenállás szerint reális eredmény született összességében. Milyen volt a visszajelzés az ellenfelek részéről? Szinte mindenkire azt mondható, akik pozitívan álltak a csapatunkhoz, mert azért volt egy-két kivétel. Igazából pozitív visszajelzést kaptunk mindenhonnan. Egyrészt örültek, hogy ismét szerepel Nyíregyháza a kosárlabda térképen, ilyen szinten is, illetve a csapatnak a játék ereje, játék felfogás és a mérkőzéseken nyújtott teljesítménye is már az első mérkőzéstől kezdve pozitívan hatott, elismerően nyilatkoztak az ellenfél edzői, játékosai, vezetői. Én azt gondolom, hogy ez örömünkre szolgál. Lehet-e már tudni valamit a jövőről, hiszen a sportág sajátosság, hogy ilyenkor van egy meglehetősen hosszú nyári szünet? Alapvetően azt tervezzük, hogy iskola befejezéséig, illetve hát a nyári szünet elejéig, lényegben június végéig edzeni szeretnénk. Itt kivételt képeznek a most érettségiző diákjaink, akiknek fontosabb feladatuk van természetesen. Ezúton is bízunk benne, és én biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fognak szerepelni az érettségéken, de amellett egyéni képzéssel, csapatösszetartó foglalkozásokon, egy kicsit a taktikai repertoárt is bővítve azért szeretnénk mozgásban maradni, és előzetes megbeszélések szerint azért nagyon szeretnénk ezt a csapatot továbbvinni, és mint minden sportcsapatnak azért még komolyabb célokat kitűzve szeretnénk a következő évben még jobb helyezést elérni. A 8. helyen zárta a bajnokság alapszakaszát a Szánsényiksi együttese, aztán következett két meccs a abszolút esélyes Debrecen, amelyen kikaptatok. Összességében hogyan értékeled ezt a szezont, amely be ugyan ugye később kapcsolódott a többi együttesnél? Gondolom, hogy újonc csapatként teljesen helytálló volt a teljesítményünk. Elsődleges célkitűzésünk az volt, hogy jussunk be a rájátszásba, jussunk 8 közé. Az, hogy hanyadik helyen, az már tulajdonképpen lényegtelen volt. Így, hogy 8. helyen jutottunk be, egy igen erős Debrecennel találkoztunk, ahol azt mondom, hogy tisztességesen helytáltunk, és jól teljesített a csapat önmagához képest. A pályán milyen volt ezekkel a srácokkal együtt játszani, hiszen voltak fiatalabbak, voltak rutinsabb játékosok, de a korodnál fogva még a fiatalságod a játékos múltaddal azért már rutint képviselted. Ugye leginkább a fiatalabb játékosoké volt a főszerep ebben a bajnokságban. Az idősebbek csak akkor kapcsolódtak be, amikor esetleg létszámhiányunk volt, illetve amikor szükségük volt a rutinjukra. Ezek a fiataloknak szerintem jó volt ez az NB2 arra, hogy leszűrjék, hogy milyen is tulajdonképpen egy felnőtt mezőny, mi várhat rájuk a későbbi pályafutásuk során. Úgy gondolom, hogy maximálisan jól teljesítettek a fiatal játékosaink. Te a saját teljesítményeddel mennyire vagy elégedett? Voltak jobb és rosszabb meccseim is, ám inkább úgy gondolom, hogy a jobb meccsek voltak túlsúlyba. Csapatkapitánya voltam ennek a csapatnak ebben a szezonban. Úgy gondolom, hogy azokat a teendőimet maximálisan elláttam, és a srácok visszajelzései alapján is jó szezon tudhatok magam mögött. Mi az elképzelés a jövőt tekintve? Ugye NB1-B-s csapata jelenleg nincs a megyének, és talán egy kis erősítéssel meg lehetne célozni az osztályváltást is. Teljes mértékben így gondoljuk ezt mi is, főleg centerposzton van szükségünk erősítésre, mivel a mezőnyjátékosaink szerintem rendben vannak. Mindenféleképpen jövőre megcélozzuk az NB1-B kiharcolását.
két együttes is képviselte a nyíregyházi Évisz Kecskeméten az amatőr kosárlabda diák olimpia országos döntőjében. A Bockó Ádám által felkészített fiúcsapat az 5. helyen végzett, Lakatos István tanítványai a lányok pedig a 7. helyet szerezték meg. Körülbelül 10 éve folyamatosan országos döntőkben tudunk szerepelni, tehát egy kicsit úgy mondom, jubiláltunk is ebben a tanévben, főleg a fiúk, mert ugye a lányok, lánykosárlabda az nálunk később indult be, egy körülbelül 6 évvel ezelőtt, de az utolsó 4-5 évben már folyamatosan mi is országos döntőben vagyunk. Bockó Ádám tanítványai viszont már több mint 10 éve folyamatosan itt vannak a legjobbak között. Hát az országos 5. helyzet csapat mi lettünk. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép eredmény, mert ugye hát körülbelül 100, talán még 100, több mint 100 csapat indul el országos szinten, amely a várakozásoknak megfelelően szerepeltünk. Ugye az amatőr kategória itt azt jelenti, hogy egyesületi színekben nem kosaraznak ezek a gyerekek. Milyen szinten játsszák mégis ezt a játékot? Amatőr szinten, tehát azt hozzá kell tennem, hogy nagyon kevés az olyan játékosunk, aki bizonyos előképzettséggel érkezik ide. Ez az amatőr státusz, ez pontosan arra való, hogy azok a diákok, akik a tanulást előnyben részesítik, egyértelműen előben kell, hogy részesítsék, de szeretnének kosárlabdázni, vagy bármilyen sportágban, ugye más területeken is működik ez az amatőr státusz, azok kezdenek el nálunk kosárlabdázni, az alapokra mi tanítjuk meg őket, és így heti 2, maximum 3 edzésre, ahogy van idejük, lejönnek, és akkor így egy olyan szintre hozzuk föl őket, hogy országos döntőbe tudunk velük jutni. Van viszont egy olyan ág ennek a sportágnak, a B33, ahol nem az amatőrök között, hanem idézőjelben a profik között is ott vagytok az országos döntőben. A nyílt bajnokságban, tehát ez igen nagy szó, hogy az egyesületekben hetente 4-5 edzés is van, plusz még hétvégén mérkőzések, tehát oda jutottunk be, ahol ilyen jellegű sportolók vannak, a legjobb 8-ba. Ezt május 28-án, 29-én fogják megrendezni Sopronba. Mert ott a legjobb 8-ba bármi lehet, bármi lehet. Picit tovább lépünk a kosárlabdán. Milyen sportágban elért eredmények lehettek még büszkék itt az Évízben? Röplabda szakosztály működik még nálunk, hát most megyei másodikok lettünk, ugye, de ezelőtt 4-5 évig folyamatosan ott is országos döntőben voltunk, a megyei bajnokként. Strandröplabda, ahol idén is elindulunk, tavaly országos negyedikek lettünk, illetve Harcsa Norbert kollégánk foglalkozik az atlétika szakosztállyal, aminek majd most lesz majd a megyei, illetve az országos döntője, hogyha be tudunk jutni. És úgy néz ki, hogy vannak főleg a dobóink, nagyon ügyes gyerekeink, és csapatszinten is, vagy egyénileg is nagyon jó teljesítményeket várunk. A közelmúltban volt a hagyományos Old Boys Évises kosárlabda nap, hogyan sikerült? Nagyon jól sikerült, talán azt tudom mondani, hogy eddig a legjobban sikerült. Ez a 39. Old Boys kosárlabda torna volt az Évízben. Jövőre jubilálni fogunk, és egy nagyobb durranást tervezünk, tehát ugye, aki Szabolcs-Szatmár Bereg megyében kosárlabdával foglalkozik, azért azt mindenki tudja, hogy az Évisz és a Krudi volt minden időknek a legnagyobb rangadóit, ez a két iskola játszotta. A következő évben, március végén, utolsó hétvégén tervezünk a 40. Old Boys kosárlabda tornát. Ott egy Évisz Krudi örök rangadót a legelső generációból szeretnénk összehozni. Hát a jelenleg 16-án rendeztük meg. Jelenleg is voltak olyan játékosok, akik már több mint 40 éve végeztek iskolánkban, és még most is eljöttek és kosárlabdáztak, illetve nagyon öröm volt számunkra, hogy Mester Gyula bácsi, aki most a 90. életévét tölti, végigülte, itt volt ugyanúgy, tehát ő rakta le a kosárlabda alapjait az iskolánkban. Ugyanúgy részese volt, átadta a díjakat, és megígérte, hogy jövőre 91 évesen ugyanúgy itt lesz. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!